Sziasztok! Újra itt vagyunk, július vége van. Hát akkor most neki megyünk ennek a dióburok fúró légynek. De először megnézzük az előző permetezésnek az eredményét, ami szépen látszik még a leveleken. Még mindig ott van. Most pedig akkor dióburok légy. A diók már ilyen szép nagyok. Amivel pedig permetezni fogunk, az egy tesztanyag. Ez egy ilyen sűrű, mint látjátok, ami egy magas fehérje tartalmú szer. Azért nem akarok erről beszélni, mert ez egy kísérleti anyag. Én is tesztelem, ha működik, akkor fogok erről beszélni. Ennek a lényege az az, hogy a dióburok légy, csali végül is ez, és ebbe keverünk bele egy kis rovarirtót. Én mospilán teszek bele, mospilán SG-t, és lényegesen kevesebb rovarölő szer kell, mivel nem kontaktmódon hat, hanem elvileg a csalival együtt megeszik ezek a legyek. De hát majd meglátjuk, hogy valóban megeszik. Mint mondtam, ez egy sűrű anyag, amit ugye normálisan vízzel fogok felhígítani. Tehát így néz ki. Többfajta keverési arányt fogok kipróbálni. Kipróbálom teljesen az 1 liter, 20 liter arányt, meg kipróbálom a 2 deci 20 liter arányt, tehát a köztek lévőket próbálom ki. Aztán majd meglátjuk, hogy melyik hogy hat. Közben pár perccel ezelőtt kicseréltem a bögöly csapdán a ragacsot. Szépen tele volt, ugye az előző videóban láttátok, hogy hogy készül, mivel készül, és most az elmúlt pár percben azért már jöttek rá szépen. Hopp, azt hiszem pont ez most esett bele. Ott is van, ott is van. Na menjünk permetezni. A sárga lapon még mindig nem találok dióburok legyet, úgyhogy mondjuk azt, hogy megelőző jelleggel permetezek. Ugye két lehetőség van, vagy nem jelent meg, vagy egyszerűen még annyira kicsi az egyet szám, hogy itt nem jelent meg. És akkor bekeverve, így néz ki, 2 liter vízhez 1 decit adtam, így csinálok egy 5-6 literes keveréket, azzal le tudom a fákat permetezni. Szépen feloldódik, meglátjuk, hogy mutat a fán. Maga a szemcseméret meg a sugár nagyra van véve. Direkt azért, hogy nagyobb cseppeken maradjon meg magán a fán, és így mikor elpárolog majd belőle a víz, akkor nagyobb cseppekben maradott a csali. Ez egy pici fa. Ennyi. Nem lemosó permetezést kell csinálni, nem az a cél, hogy mindenhova kerüljön, hanem az, hogy minden fára kerüljön. Ugyanis ezek a retkek valószínű mindenhol meg fognak jelenni, és csalogatni fogja őket remélhetőleg ez a csali. És akkor majd ők szépen megkeresik a fán azt a részt, ahol vannak ezek a beszikkadt cseppek, a csali anyaggal és benne a mospilánnal. Na így megy ez. Na lassan végzünk, úgy néz ki elég is lesz. Nem akarom elkiabálni, de nem fogy olyan sok, mert igazából ennyit teszek rájuk. Én melyik fa már elég nagy, viszont a nyomás hál' Istennek még felviszi. Ennyi. És mint itt látjátok, ott is dió, ott is középen, ott is, hát van bőven. Vannak ilyen kisebb fák is, viszont annak is ott van fenn 2, itt is van 1. Kicsit fakó, majd összeszedi magát. És vannak itt ilyen szép nagy lombosok is. Ha leteszem, mert megint lassan kifogy a nyomás a pumpából. Pumpából, permetezőből. Úgyhogy pumpálnom kell. Közben itt vagyok, ide értem a naspolya fához. Szépen elkezdett hajtani. Ezek a hajtások most már az ültetés után jöttek. Igazából szép bokor lesz belőle, meg nagyon finom naspolya. Na, megy le szépen a nap. Én is végeztem. Igazából első alkalomra jó volt egy tesznek, mert ez a 5 liter, 5,5 liter, ez sok lett. Tehát össze-vissza járkáltam már, mikor kész voltam, hogy még permetezzek, tehát majdnem, hogy egy ilyen lemosó permetezés lett belőle.
De mindegy, tehát tanultunk belőle, nem kell ennyi erre a területre nekem, bőven elég lesz egy 4 liter, azzal szépen végig tudok menni. Közben lejöttem, a bögöly csapda azóta megint szedett áldozatokat, hát szerintem egy óra telt el. Na de nézzük meg, hogy hogy néz ki a fákon a permetlé. Nem tudom, hogy ezt már a csali csalta ide, de nagyon szépen zamatozik és nyalogatja a leveleket. Ez egy poszménak tűnik. Hát remélem nem csak ezeket vonza, hanem a dióburok legyet is. Nem sok minden látszik egyébként a leveleken, tehát nem tudom mennyi adja vissza itt a cseppek. Tehát egy ilyen eléggé elszórtan veri tele cseppel. Nézzétek meg. Aha. Néha-néha megcsillan. Ott vannak azok a cseppek. Igazából bőven elég, tehát ennyit is akarok én erre tenni. Ott... hol van ott? Ja. Nézzük meg. Ott. Tehát az a lényeg, hogy egy ilyen nagyobb cseppek legyenek két dolog miatt is. Egyrészt ugye koncentráltabban csalogatja is a dióburok legyet. Másrészt meg talán, hogyha jön valami eső, akkor kevésbé mossa le. Tehát erre például sokkal több jutott, ezzel látszik is. Milyen az állaga? Hát egy ilyen nagyon minimálisan ragacsos anyag. Na ja, nézzük meg egy másik fát. Fennállok a trakin, mert ez már egy magasabb fa. Viszont ez egy elég jó genetikájú fa, mert hármas ikreket hoz. Persze ezt csak poénból mondom, de hármasokat hoz. És itt is már szépen látszik, ahogy a fényben megcsillan a csali a lemenő nap fényében. Hát ez nagyon lírai volt. Na, de az a lényeg, hogy elég jó. Tehát mindenhol szépen ott van a csali, ahol lenni kell. Hát remélem használ is. Ez az év, meg még a jövő év is kísérletezésre fog elmenni. Nem annyira a termés érdeke. Inkább valami jó megoldást szeretnék, ami a hülyére vegyszerezésen kívül van. Na, menjünk, nézzünk még egyet. Na, itt vagyok egy másik fánál. Itt látszik, hogy ez a rész ez lényegesen többet kapott. Hát, ugye mivel nagy cseppekben szóródik, ezért nem teljesen homogén, de nem is baj. Tehát ennek pont az a lényege, hogy legyen a fán. Azért legyen a fán, hogy az ide tévedt dióburok legyeket, aha, szépen terítette, és meg is van szikkadva. Ott föntebb is látszik valahol, hol van ott. Ja. Jó, hát az emberek ritkán kívánnak a permetezés után esőt. Én most azért kívánom, mert legalább le tudnám tesztelni, hogy mennyire marad meg a felületén, mennyire mosódik le. Ugye semmilyen tapadásfokozót nem tettem, mert nem tudom, hogy az illatanyagra hogy hat. Úgyhogy kizárólag a csali van, meg a mospirán. Ott egy légy már, de nem dióburok légy, fenn a dión, kalamol valamit. Remélem ezt teszegeti, aztán ez is megy a kukába. Na jó. Végeztünk mára. Megyünk haza. Ennyi volt, sziasztok!